belső béke, változatlanság. Mindig tart észben, hogy te nem a pillanatnyi vagy, hanem az örök, nem a változó, hanem a változatlan. Egy virágban két alkotó rész van. Egy, amely szüntelenül változik, a testrész, a forma, és a másik, a forma mögött elrejtve, a formátlan, amely változatlan. A virágok jönnek, mennek, de a szépség fennmarad. Olykor testet ölt egy formában, máskor visszaolvad a formátlanságba. Azután újra lesznek virágok, és a szépség megmutatja magát. Azután elhervadnak a virágok, és a szépség belép a testetlenségbe. Épp ugyanaz történik az ember lényekkel is. A madarakkal, az állatokkal, mindennel. Két dimenziónk van. A nappal rész, amikor testet öltünk, és az éjszaka rész, amikor elveszítjük a testünket. De örökké valók vagyunk. Mindig voltunk, és mindig leszünk. A létezés túl van az időn, és túl van a változáson. Tehetetlenség. A világ hatalmas, és az emberi lények tehetetlenek. Ez nehéz, de amint elfogadod az alapvető emberi szenvedést, tökéletesen nyugodtá válsz. Sokkal könnyebb elfogadni a saját boldogtalanságodat, mint a másokét. Még mások szenvedését is el lehet fogadni, de egy gyermek boldogtalansága, aki ártatlan, tehetetlen, minden nap nélkül szenved, nem tud bosszút állni, még csak ellenkezni sem tud, képtelen megvédeni magát. Olyan igazságtalan, olyan csúnya, olyan szörnyű, hogy nehéz elfogadni. Ne feledd, hogy nem csak a gyerek tehetetlen, hanem te is. Amint egyszer megérted a saját tehetetlenségedet, az elfogadás árnyékként követi majd. Mit tehetsz? Te is tehetetlen vagy. Én nem azt mondom, hogy válj kőkeményé. Érezd, de tudd, hogy tehetetlen vagy. A világ hatalmas, és az emberi lények tehetetlenek. A legtöbb, amit tehetünk, a részvét érzése. És még ha teszünk is valamit, egyáltalán nem biztos, hogy az emberi szenvedés rossz. És dobd el azt az ideát is, hogy valamit tenned kell ellene, mert amint belép a cselekvő, elvész a szemtanú. A részvét jó, és a tehetetlenség jó. Sírj, nincs azzal semmi baj. Engedd, hogy csorogjanak a könnyeid, de légy tudatában, hogy te is tehetetlen vagy, ezért sírsz. A lényeg, hogy változtathatunk a dolgokon, nagyon egoista, és az ego folyton összekavarja a dolgokat. Tehát dobd el az egót, és csak figyelj!